Az önkormányzat tulajdonát képező úgynevezett Szélmalmi Fogadóház felújítása megkezdődött. Jelenleg az épület lelakott állapotban van, külső-belső felújításra szorul. A felújítás érinti az épület külső és belső közművezetékeinek teljes cseréjét, fejlesztését. Ez a közműfejlesztés érinti a villamosenergia, a gáz és a víz-szennyvízvezeték hálózatot is. A kornak megfelelően a fenntartási költségek visszaszorítására megújuló energiarendszer kerül kiépítésre. Az energetikai szempontokat figyelembe véve az épület teljes körű nyilázzáró felújítása is szükséges. Továbbá az épület falazatának vízszigetelése is szükséges a magas talajvízszint miatt. Az épület belső ajzata is burkolásra kerülnek. Kiépítésre kerül a kornak megfelelő fürdőszoba, a tető szintén felújításra kerül. Az épület felújításán túl a fejlesztés tartalmazza az épület bútorzattal való berendezését. Az épület korszerűsítése érdekében az udvar rész is átalakításra, felújításra kerül.